Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Pásztor Istvánt ért atrocitás miatt ma köztársasági elnök is megszólalt. Tűrhetetlennek, felháborítónak nevezte a történteket, amivel egyébként minden jó érzésű ember már az első perctől kezdve egyet kellett, hogy értsen, mert mint hogy tűrhetetlen és megalázó mindaz, ami történt a Kossuth téren. Az Együtt PM politikusai most arra kérik a köztársasági elnököt, hogy tegyen meg még egy lépést, és például azt is nyilvánítsa tűrhetetlennek, de legalábbis vagy mindenképpen tegyen is ellene valamit, hogy az országgyűlés alelnöke olyan legyen, akit már egyébként bíróság, egy olyan ember legyen, akit bíróság ítélt el egy másik ember bántalmazása miatt. Jávor Benedek a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Mit gondolnak, mennyire fogja majd megszívlelni az önök szavát, szavait a köztársasági elnök? Nem tudjuk. Bízunk abban, hogy a köztársasági elnök úgy, ahogy Pásztor István esetében nagyon helyesen reagált, fellépett egy valóban tűrhetetlen és elfogadhatatlan atrocitással szemben, úgy ezt is egy hasonlóan elfogadhatatlan helyzetnek fogja tekinteni, egy olyan nem normális ügymenet szerinti helyzetnek, amikor egy rasszista indítékú támadás miatt elítélt politikus a Magyar Országgyűlés alelnöki székébe tud beülni, és latba veti befolyását, a rendelkezésre való lehetőségeket, hogy próbálja meg ezt a csorbát, ami a Magyarországgyűlés méltóságának, Kövér László annyit emlegette a Magyarországgyűlés méltóságát, amikor osztogatta a büntetéseket az elmúlt 4 évben. Most valóban súlyos sérelem esett a Magyarországgyűlés tekintélyén, hogy ezt a csorbát megpróbálja kiküszöbölni. Na de hát a Fidesz már kifejtette a véleményét, miért gondolja, hogy mondjuk a köztársasági elnök véleménye eltérne a Fideszétől, és hát akkor, amikor a maga jelölés folyamata volt, akkor Rogán Antal nyilatkozta talán, hogy hát hogy milyen alapon szólnának és szólhatnának bele az ellenzéki pártok jelölésébe, alelnöki jelölésébe, tehát hogy ez a pártok dolga, a pártok belügye, ők nem szólhatnak bele más pártoknak az életébe. És gondolja, hogy ezt a köztársasági elnök viszont másképp látja? Hát egyrészt én Rogán Antallal egyáltalán nem értek egyet, tehát itt lehet eljárási, intézményi dolgokra hivatkozni, de azt gondolom, hogy van egy pont, amikor el kell jutni oda, hogy nem az a kérdés, hogy jogszerűen jelölheti-e a Jobbik Schneider urat a alelnöki székbe vagy sem, hanem egyszerűen van egy értékválasztás. Lehetséges, hogy a Magyar Országgyűlés alelnöke egy rovottmúltú, rasszista indítékú támadásért elítélt ember legyen vagy sem. És itt ezt nem lehet eljárási csűrcsavarral, jogászkodással kimenteni, itt egyértelműen állást kell ebben a kérdésben foglalni. Az, hogy Áder János elfogadja-e a Fidesz és más pártoknak a véleményét arról, hogy itt nincs semmilyen ok és lehetőség beleszólni ebbe az eljárásba, mert itt eljárásilag minden rendben van. A Fidesz és más pártok véleménye. Hát ugye az NMP-nek is ez volt az álláspontja. Ja, hogy más pártok jelölésében nem szólhatunk bele, ezért igen, hogy itt ez egy eljárási kérdés, amiben ők nem kívánnak beleszólni. Én nem osztom ezt a nézetet, én tényleg azt mondom, hogy vannak olyan pontok, amikor nem pusztán az a kérdés, hogy eljárásilag legalitás tekintetében rendben van egy folyamat, hanem bizony van egy súlyos politikai értékválasztási kérdés, amelyik felülírja ezeket az eljárási kérdéseket. Természetesen Áder Jánosról tudjuk, hogy azért nem szokott mereven szembeszállni a kormány által megfogalmazott állásponttal, de azért volt már rá precedens, hogy bizonyos és adott esetben szimbolikus ügyekben érzékenyen meg bizonyult demokratikus alapnormák betartására, ahogy láttuk például mondjuk az egyházügyi törvény elutasít vagy alánemírásánál, amikor ő azt gondolta, hogy nem lehet ilyen módon semmibe venni a demokratikus alapelveket. Meglátjuk, hogy ebben az ügyben fog elépni vagy sem. A rendelkezésre álló lehetőségek nagyon szűkek az ellenzéki pártok vagy az Együtt PM számára, tehát azt gondolom, hogy nekünk minden, a legkisebb, a legminimálisabb esélyt is meg kell ragadni annak érdekében, hogy ennek a gyalázatnak elejét vegyük. Elejét vegyék? Hát már az elejét nem tudják venni. Megtörtént a megválasztás, de azért nem mindegy, hogy ez egy futó momentum lesz a magyar demokrácia történetében, hogy megválasztásra került, de aztán sikerült visszaléptetni onnét, hogy a következő 4 évben
a magyar országgyűlést, a magyar parlamentet, például külföldi delegációk fogadása esetén, például külföldi látogatásoknál egy ilyen ember tudja képviselni, helyettesítve az országgyűlés elnökét. Elvekben én értem, hogy mit szeretnének elérni. Mindenki érti az első perctől kezdve, hogy ez a vita szól, a vita miről szól, de milyen jogi eszközei vannak, egyáltalán milyen eszközei vannak a köztársasági elnöknek? Az országgyűlés pártjai jelöltek, egy párt jelölt, a másik pedig mindenféle jogi csűrcsavarral próbált elhatárolódni a másik párt jelöltjétől. Szóval van egy párt jelölt az alelnöki tisztre, őt megválasztják, és utána a köztársasági elnök milyen indoklás alapján, tehát mit mond, ami alapján azt mondja, hogy hát ezt tegyük meg, nem történt. Alapesetben a köztársasági elnök valóban nem szól bele az országgyűlési tisztségviselők megválasztásába. Én azt gondolom, hogy itt most nem egy normál esettel állunk szembe, egy olyan különleges helyzet állt elő, amikor egy kvázi neonáci eszméket valló ember, akit korábban elítéltek rasszista támadásért, egy ilyen ember az egyik legmagasabb közöki méltóságot készül betölteni. Ez nem egy normál ügymenet, és a köztársasági elnöknek ilyen helyzetekben azt gondolom, hogy legalább annyi lehetősége megvan, hogy felhívja a figyelmet ennek az elfogadhatatlanságára, hogy nyomást gyakoroljon az országgyűlésre. A köztársasági elnök hívja össze az országgyűlésre, amely országgyűlés elfogadta ennek az embernek a jelölését. Kérdés az, hogy az országgyűlés respektálja persze a köztársasági elnök felhívását. Az országgyűlés megszavazta. A köztársasági elnöknek abszurd esetben egyébként joga van az országgyűlés feloszlatására is. Én nem gondolom, hogy erre kéne sort keríteni, de azért köztársasági elnöknek különleges helyzetekben vannak jogkörök a kezében. Hogy ezek közül melyikekkel kíván élni, hogy figyelmezteti az országgyűlést, vagy egyszerűen egy kiállás a köztársasági elnök. Az országgyűlés döntött valamiről, vagy valakiről, a köztársasági elnök pedig utólag azt mondja, hogy ez nekem nem tetszik, változtassák meg. Lehetőségeket, ezt én rábízom a köztársasági elnök úrra, tehát azt mondom, hogy ebben én tényleg nem kívánok tanácsot adni neki. Arra azonban kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit gondol ebben a helyzetben, hogy ő ezt elfogadhatónak tartja-e vagy sem, hogy az általa összehívott országgyűlés... De akkor miért nem azt mondják, hogy a véleményére kíváncsiak, hogy ő mit gondol Schneider Tamásról? Mert vannak jogi lehetőségek is a kezében, hogy a véleménye kinyilvánításán túl más lépéseket is kezdeményezen. De ebben mi az országgyűlés döntött, megszavazta ezt az ember? Ötleteket, adni, vannak lehetőségek a kezében. Mit? Oszlassa fel a parlamentet? Ilyen különleges helyzetekre. Úgyhogy várjuk, hogy a köztársasági elnök ebben a helyzetben milyen lépése szállja el magát. Egyetlen kötelező neki válaszolni erre? Természetesen nem kötelező válaszolni erre. Akkor az is egy állásfoglalás lesz. Akkor még csak azt sem mondhatjuk, hogy hát majd kiderül, hogy mit válaszol erre, mert lehet, hogy nem is válaszol. Ez is egy üzenet lesz arról, hogy ő mit gondol erről a helyzetről. Az is egy üzenet, hogy megpróbálnak vitát szervezni, és erről már beszámoltunk, és megpróbálják ebbe a vitában, vagy megpróbálják a vitában megmutatni azt is, hogy a Jobbik mire gondol, és hogyan képzeli el Magyarországot és Magyarország helyét az Európai Unióban, és ma újabb részletekről egyeztettek. Most már az egészen biztos, hogy a Fidesz nem vesz részt a vitában? Hát egészen biztos akkor lesz, hogyha nem jelenik meg a Fidesz listavezetője a vitán. Az utolsó pillanatig bízunk abban, hogy a Fidesz képes a demokratikus minimum teljesítésére. Persze, hogy konkrétan ismertesse. Kimondták, hogy nem? Ők nem jeleztek vissza, nem vettek részt az egyeztetésen, ugye sajtóban azt üzenték, hogy ők úgy látják, hogy nincs miről vitázni, ennyit tudunk, formálisan nem kaptunk elutasító tájékoztatást. Én azt gondolom, hogy minden pártnak elemi kötelessége, kutya kötelessége kiállni és elmondani, hogy mit gondol, mihez kéri a választók támogatását, és ezt megvitatni, szembefeszíteni más pártokkal. Ha a Fidesz erre nem hajlandó, az is természetesen megerősítése lesz annak, amit a Fidesz demokrácia felfogásáról egyébként is gondolunk, de hagyjuk nyitva az ajtót, hogy esetleg az utolsó pillanatban meggondolják. Hát semmiképpen ne zárják magukra, mert szeretnénk látni majd ezt a vitát. A parlamentben lesz? Ezt már kaptak rá Kövér Lászlótól engedélyt? Nincs még végleges válasz, de terveink szerint igen. A parlamentben a delegációs terem, ez az, amire most javaslatot tettünk, várjuk még a végleges témák? Választ. Alapvetően a három
szakpolitikai, hogy három részre oszlik majd a vita. Egy nyitó bevezető a szakasz után, ahol minden párt a röviden összefoglalhatja, hogy mit gondol az uniós választásokról. A három fő témakör az első a 10 éves uniós tagságunknak az értékelése. Hogyan látja, vagy látják a pártok képviselői Magyarország uniós tagságának az elmúlt 10 évét, mik voltak a hozadékai, mik voltak a ki nem használt lehetőségek, vagy mik voltak azok a negatív hatások, amelyek az uniós tagságunkkal együtt jártak. Ezt követően a lehetőséget kapnak a pártok arra, hogy beszámoljanak az uniós terveikről, tehát hogy mik azok a legfontosabb közpolitikai témák, mik azok a legfontosabb ügyek, amelyeket képviselni szeretnének az Európai Unióban, és véleményt nyilváníthatnak az Európa előtt álló nagy feladatok megoldásáról is. 23-a, május 23. 23-a, így van. Izgalmas, köszönöm. Pénteki nap. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.